24. fejezet Az új menedék Harry gyorsan felfedezte, hogy a kihűlt smaragd szigilusz még mindig nem jön le a nyakáról. A dementorok túlságosan el voltak foglalva vele, hogy kiszívják az utolsó csepp mágiát is a drágakőből, és nem is fordítottak figyelmet az ólomlánc varázslatára. Nem, nem, ez, ez így nem stimmel, mondogatta Hermione összezavarodva, mikor Ginny elmondta neki a történteket. Na náhogy nem. Vágta rá indulatosan Ron, mire néhány fej feléjük fordult. A többiektől kissé távolabb, egy korhat törzsű fa mellett beszélgettek, hogy ne hallgathassák ki őket. Ron hangját lehalkítva, sziszegősen folytatta. Az a csodálatos mágikus nyaklánc egy fikarsznyit sem segített, mikor Máriusszal harcoltunk. Megmondtam én nektek, hogy nem jó semmire. A helyedben nem bánkódnék miatta. Harry, mondd meg te! Segített valaha is bármiben ez az úgynevezett talizmán? Harry kénytelen volt beismerni, hogy nem. Amint kimondta, abban a pillanatban jött rá, hogy valahol legbelül mégiscsak remélte, hogy hermione talán igaza van, és a szigilluszok jelentik a megoldást Nurmengard ellen hogy ezek a nyakláncok mágikus hatalommal felruházva valamiképp eltörölhetik a névtelent és a többi arztalant, és minden úgy lesz, ahogy régen volt. De e féle erő nem létezett, nem létezhetett, és Róni jól látta a dolgot. Nem érdemes bánkódni miatta. Egyedül magukra számíthattak, senki másra. A rövid beszélgetésnek Bill szavai vetettek véget. Tényleg mit ott? Gyertek, be kell jutnunk az iskolába. Hermione arckifejezésén látszott, hogy még nem akarta annyiban hagyni a dolgot, de Ron makacsul elindult a többiek után, Harry pedig követte, hátat fordított a lánynak, Ginny pedig tétován nézett utána, amíg Hermione megsemmisülten bámult maga elé. Mintha egy világ omlott volna össze benne. Harry még mindig nem értette, miért ragaszkodott annyira a lány a szigilluszokhoz. Több volt ez, mint az egyik teóriájába vetett hit, a makacság vagy a tenni akarás. Harry most úgy érezte, Hermione hit ezekben a különös kincsekben. Gyorsan haladtak a tiltott rengetegben a kastély felé. Egyetlen mágikus bestiával vagy varázslényel sem futottak össze útközben, és meggalagony elmondásából fény derült ennek az okára is. A nurmengárdi törvényeknek megfelelően aurorok varázslény mentesítették az egész erdőt, az értelem nélküli bestiáknak pedig rezervátumokat alakítottak ki az ország több félre első pontján. Azt is hozzátette, s ennek hallatán Harry kezei ökölbe szorultak, hogy azok a rezervátumok egészen véletlenül pont mugli települések veszélyes közelségében kerültek kialakításra. Egyértelmű, hogy miért? Tette hozzá Charlie morogva. Ezzel is azt segítik elő, hogy a mágia jelenléte fokozatosan beszivárogjon a muglik tudatába. Ron értetlenül bámult testvérére. Ezt meg hogy érted? Charlie helyett Percy válaszolt neki komoly hangnemben. Arra céloz, hogy Nurmengard ezzel akarja elérni, hogy a muglik hozzászokjanak a mágia valóságos és létező voltához, így amikor eljön az idő és leleplezik magukat a muglik előtt, ahogy azt Harry attól a borzalmas arsztalantól hallotta, biccentett egyet fontoskodva a mellette bandokoló Harryre, elfogadják azt, és ne érje őket társadalmi sokhatásként. Ginny erre csak horkantott egyet. A névtelen nem épp olyannak tűnt, aki nagyon törődik azzal, kitérnek sokhatásként a tettei. Ez nem ilyen egyszerű, Ginny csóválta a fejét pörszi. Rémületükben az emberek elhamarkodott döntéseket hoznak. A névtelen viszont sima hatalom átvételt akar, erre utal az is, hogy háborút akar kirobbantani a muglik között. Ami már el is kezdődött. Jegyezte meg egy váratlan, dörmögő hang, valahonnan a sötétből, mire mind egyszerre pördültek meg és szegeztek pálcát a sötét fák közé. Három emberi sziluett mozgott az árnyékban, és rövidesen kibukkant előttük Eberforce, Didalus és Hestia Jones alakja. Eberforce? Köszöntötte meg Galagony, és egyáltalán nem tűnt meglepetnek, hogy itt látja. Látom, megkapta az üzenetemet, de hol marad mondunkus Fletcher? A gyáva kutya kereket oldott, miután kiutottunk a minisztériumból, Azonnal dehopponált, ördög tudja, hová lett. Hestia Jones mérgesen legyintett. Nem számít. Az ő baja lesz, ha összeakad az arztalanokkal. Megalagony megrágta a hallottakat, és lassan bólintott. Rendben van, akkor ennyien maradtunk. Rövid sóhajtást hallatott, s mikor már csak egy sornyi tölgyes és kusza bozótos választotta előket a Roxfordtól, a magasba szegezte pálcáját, és varázsolni kezdett. Egy légies természetű ezüstfényes macska szökkent elő a pálcából, majd azon mód megiramodott a levegőben az egyik magasan lévő toronyablak felé. Harry tudta, hogy a professzorasszony üzenetet küld, de hogy kinek, azt nem sejtette. Mind csendben várakoztak, s nem sokkal azután, hogy a távolba vesző világító pögy besuhant az ablakon, odabent lámpás fénye gyúlt. Fél óra is eltelt, mire látták, hogy kinyílik a Roxford hatalmas ajtaja, és két alak surran kirajta a sötétben. Gyorsan, de óvatosan mozogtak, pálcafényt sem gyújtottak, mintha nem akarnák magukra vonni a figyelmet. Harry eltűnődött rajta, milyen őrök vigyázhatják most az iskolát a kéretlen behatolóktól. Mikor az alakok közelebb értek, felismerte őket. John E. professzor volt az egyik, a Griffendél házvezető tanára, a másik pedig Bimba professzor, az igazgató helyettes. Minerva! Meggalagony megölelte őket, majd Flitwick is előre szaladt, hogy üdvözölje kollégáit. Nem volt szükség magyarázkodásra és megbeszélésekre, Meggalagony patronusa láthatóan mindenről tájékoztatta Bimba professzort, és el is indultak vissza a kastélyba a két tanár vezetésével semmilyen lényel vagy védő varázslattal nem akadtak össze útközben, a Roxford tökéletesen csendesnek és békésnek hatott, és Harry csak most döbbent rá, mennyire hiányzott neki az iskola biztonságot nyújtó monstruma, a körülölelő tornyok hívogató, kandalló fűtötte melegsége. A fő bejáraton át sétáltak be az iskolába, és szinte nyomban összetalálkoztak a macskájával jár őröző Fritzsel. A gonnok azt másan sípoló hangon bődült el, mikor megpillantotta az élen haladó meggalagonyt és a mögötte felsorakozó üldözötteket. Egyetlen szót sem tudott szólni, és már is eltalálta Ikül professzor emléktörlő bűbája, mire kába dülöngélni kezdett egyik lábáról a másikra. Mrs. Norris fújva eliramodott, a másik három tanár pedig egy pillanatig megütközve nézett a hosszú szakáló varázslóra, aki csak megvonta a vállát sorban elhaladtak Fritz mellett, aki kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt nekik, aztán a szeszélyes lépcsőkön át elindultak felfelé. Herinek és barátainak sejtelmük sem volt a felől, hogy hová mennek, de tudták, hogy nincs itt a helye a kérdezősködésnek. Nosztalgikusan nézegették a mozgó, sustorgó festményeket, akik végig követték őket felfelé, egészen a hetedik emeletig, és az elmúlt órák borzalmas eseményei miatt összegyűlt félelem, fájdalom és kimerültség lassan oldódni kezdett a szívükben. Harry Rohn, Hermione és Ginny hosszú idő után újra otthon érezték magukat. – Már is ott leszünk. Gyertek! – Szaporán! – vezette őket Bimba professzor, de mikor a hetedik emeleti kanyarban feltűnt hóborc, a kopogó szellem, mind egy emberként torpantak meg. – Hoppá! – Miket látnak szemecskéim? – nyekerekte kaján élvezettel. – Csak nem a Roxy Foxy Roxford legtöbbször megválasztott igazgatócskája tért vissza megint, hogy a körmöcskénkre pattintson? Jó, jó, jó is lesz, ha gyorsan riadót fújok! Flördelak úr ilyetten felnyikkant, és hóborcnak több se kellett. Fodros csipkés kabát ujjából lehetetlenül túlméretezett trombitát húzott elő, a szájához kapta, és mély lélegzetet vett. Instrumentum suffocatio! A kopogó szellem lenyelte a saját trombitáját, és fulladozva, ökölödve próbált elsuhanni a veszélyzónából, de Ikül professzor következő varázslata az ő fejéből is törölte találkozásuk minden emlékét. Hú, remélem mással már nem akadunk össze útközben. Főleg a drága kedves Svetis professzor kerüljön el minket suttogta reménykedve. Harry és Ron döbbenten eltátották a szájukat. Svetics, mint tanár? Hüledeztek egyszerre. íkül a válla fölött rájuk sandított. Netán ismeritek? Svetics professzor a mugli ismeret új tanára. Meg főinspektor. Nem sokkal a hatalom átvétel után került ide felső parancsra. Azt mondják, jóval a miniszteri szék fölött született ez a bizonyos parancs, mint Kerberus princ igazgatóvá tétele. De, ahogy hallom, ő vele már nem lesz gondunk. Herriék hamarosan maguktól is rájöttek, hová vezetik őket a tanárok. A hetedik emeleten megálltak Badar Barnabás festménye előtt, aztán Bimba professzor felalásétálni kezdett a fal mentén. Hamarosan feltárult előttük a szükségszobája jól ismert ajtója, azért a különleges helységé, mely a Roxford mágiájának köszönhetően mindig olyanná változik, amire az embernek leginkább szüksége van. – Gyertek gyorsan! Befelé! – sürgette őket Bimba, és szélesre tárta az ajtót. Harry, Ginny és Hermione nyomában lépett be az ajtón, és mikor körbenézett, eltátotta a száját. Nagy, barátságos, otthonérzetet árasztó klubhelységben találta magát, mely azonban különbözött az általa ismert eddigi három klub helységtől, A szobáról lerít a hugrabugos környezet. Szép, kényelmes, sárga fotelok és kanapék vettek körbe kisteázó asztalokat, a falakon míves, hímzésű fali szőnyegek nyújtozkodtak, melyeken főzőcskéző házi manók jelenetei és egy nekik dirigáló konyhamester mágus volt látható. A fényesre csiszolt parketta ugyanúgy visszatükrözte a csodálkozva körbesétáló emberek képét, akár a Miguel által átváltoztatott tükörfolyosó. Remélem elnyerte a tetszéseteket. Szólt szerényen mosolyogva Bimba professzor, és a kezeit tördelte. A Hógrabug klub helységének mintájára kértem. Azt hiszem, ez remek búvóhely hely lesz az asztalonok elől. Ahogy Harry megfordult, észrevette folyt. A fiú utálkozó fintorral nézett körbe a meleg, sárgás falakon, a borzdíszeken, melyek talán túl vidámak és barátságosak voltak mardekáros lelkületéhez. Ikül professzor összecsapta két tenyerét, mire Harry és barátai mind összerezzentek. – Na most! – szólt jókedélyűen. – Elvégezzük a Fidelius bűbájt. – De tanár úr! – csicserget közbe Hermione, aki először szólalt meg azóta, hogy megtudta a smaragd szigilusz kihülésének esetét, és most is vékonyka, síri hangon beszélt. Biztos benne, hogy a Fidériusz bűbáj elegendő lesz, hogy ne vegyenek észre minket? Biztos, Miss Granger. Bólintott rá ikül, majd hirtelen felderült az arca, mintha eszébe jutott volna valami. Vagy szólítsam inkább Mrs. Weasleynek? Hallottam, Ronaldal eljegyeztétek egymást. Őszintén gratulálok és sok boldogságot kívánok nektek. Voltak páran a jelenlévők között, akik még nem hallottak Rón és Hermione eljegyzéséről, többek között Flitwick professzor és Bimba professzor, akik most szaporán csattogtatták a tenyerüket a többiekkel együtt. Harry körbenézett a jó húsz emberen. Melfoy természetesen megint utálkozó képet vágott a hírhallatán, a kába és vérzőfejű Taurus Butcher pedig túl rossz állapotban volt ahhoz, hogy bármit is felfogjon a körülötte zajló eseményekből. Hermione szerényen összehúzta magát, míg a mellette álló Ron teri vigyorgott. – Lássunk hozzá! – indítványozta Flitwick professzor, és pálcájával bonyolult bűbályok sorába kezdett. A varázslat követhetetlenül részletes volt Harry számára, és több különböző igéből tevődött össze, melyeket nem csak a titok gazdaként kiválasztott bimba professzoron, de egyenként mindegyik elrejteni szándékozott emberen elvégezték. Harry tudta, hogy a titok gazda szerepe a legfontosabb. Az ő elméjének mélyén legilimencia számára hozzáférhetetlenül elzárják a titkot, jelen esetben azt az információt, hogy ő, Ron, Hermione, Ginny és a többiek jelenleg a Roxfordban rejtőzködnek. Flitwick vezényelte a varázslatot, melynek során egyenként végigkoppintott mindegyik ember homlokán. Mikor a pálca hegye a lehajoló Harry bőréhez ért, melegséget érzett végig áramolni a testén, mely hihetetlenül kellemes, biztonságot nyújtó érzés volt. Az érintések nyomán egy apró fénybogár kezdett gyűlni Flitwick pálcájának hegyén, melyet aztán legutoljára bimba halántékához érintett, s ekkor eltűnt. A titok szinte belekúszott a fejébe, és mostantól csak azok számára volt elérhető, akiknek a boszorkány önszántából elárulta azt. – Készen is vagyunk! – jelentette be cincogva a volt bűbájtantanár, és eltette pálcáját. – Ennyi? – nézett körbe értetlenül George Weasley. – Nem érzek semmi különbséget. – Nem is kellene éreznie semmit? – válaszolta meggalagony. A Fidelius miatt senki sem fog tudomást venni rólunk, miközben a Roxford folyosóin járunk. Igen, Mr. Weasley, nyugodtan kimehettünk és szabadon járhatunk a diákok között, tette hozzá Ron eltátott száját látva. Mindazonáltal tanácsos lenne, ha mind iskolai talárt öltenénk, hogy ezáltal is elkerüljük a lehetséges baleseteket és növeljük a Fidelius biztonságát. Harry Ronra pillantott, és tudta, hogy barátja is megpróbálja elképzelni meggalagonyt diák egyenruhában. Nem ment neki. Az iskola területét persze nem hagyhatjuk el, csak addig vagyunk észrevehetetlenek, amíg a birtok határokon belül maradunk. Most pedig javaslom, hogy mindannyian pihenjünk. Kimerítő órákon vagyunk túl. Sokáig nem beszélgettek egymással, csak akkor szóltak, ha azt beszélték meg, melyik ágy kié legyen, ki hova pakoljon és hasonlók. Halálosan fáradtak voltak, Harry sebesült karja sajgott, és a többiek sem néztek ki sokkal jobban. Bimba professzor felhívta Madame Pomfrit a gyengélkedőről, és beavatta őt is a Fidelius bűbáj által őrzött titokba. Mikor meglátta a menekülteket, nem kérdezősködött, nem döbbent meg, hanem nyomban munkához látott, és ellátta a sérüléseket, csontot forrasztott, sebet fertőtlenített. Harry és Ginny egy-egy félre eső ágyat választottak, mikor lefekvésre került sor. Meggalagony eloltotta a mágikus gyártyákat, és kellemes, biztonságos sötétség terült rájuk, mint egy puha takaró. Harry megint érezte azt a kellemes nyugalmat, amit a Roxford szinte árasztott magából. Különös, gondolta. Korábban nem érezte túl biztonságos helynek az iskolát, de most egy új menedéknek egy sokkal jobb menedéknek hatott számára a hely. Eltűnődött rajta, ahogy feküdt az ágyban, a mennyezetet bámulva, hogy Torus Butcher is így gondolja-e. A vérfarkas király szinte minden alatvalóját és a feleségét is elvesztette az asztalonok megszállása alatt. Vajon mit fog gondolni, ha felébred? Féktelen dühében nekik ront, amiért dacára a megszeghetetlen eskünek, mégis a nyakukra hozták a Nurmengárdiakat? Harry elképzelhetetlennek tartotta, hogy véletlenül épp most találtak rá a felderíthetetlennek hit menedékre. Tudta, hogy valamilyen módon ők vezették oda az ellenséget, és ez óromsúlyú bűntudatként nyomta, akár a nyakában lógó, levehetetlen lánc. Oldalára fordult, és a sötétben észrevette Ginny csillogó szempárját. A lány is ébren volt még, és őt nézte. Harry kinyúlt a kezével, és ő is ugyanígy tett. Összekulcsolt ujjaik fölött nézték egymást, és ekkor Harry meglátta a lány szeméből kicsorduló könycseppeket. Sajnálom. Suttogta szinte hangtalanul Ginny. Harry tudta, hogy kinkakura céloz és arra, ami miatt a főnixmadár madár elhagyta őket. Elvesztettem a fejem. Bocsáss meg! Én vagyok az utolsó, akitől bocsánatot kell kérned tiltakozott Harry ugyanolyan halkan. Én is majdnem megtettem, és csak Fox állított meg. De igazuk volt, Ginny. A lány sokáig hallgatott, aztán kitörölte a szeméből a könnyeket. Rossz ember vagyok, amiatt. Hogy nem érzem igaznak? Harry a fejét csóválta, amennyire a nagy, puha párna engedte. Akkor lenni rossz ember, ha nem lennének ilyen érzéseid. A negyedik torony ezerszeresen is rászolgált a halálra. Te mégsem öldökölsz, pedig megtehetnéd. Harry a homlokát ráncolta. Hogy érted ezt? Úgy értem, hatalmadban állna. Amit ma, illetve tegnap csináltál, olyat még életemben nem láttam. Mikor Voldemort inferusával harcoltál, egy pillanatra azt hittem, elveszítelek, de aztán rájöttem, hogy mi volt a terved. Nem tudom, hogy csinálod, de úgy érzem, megint te fogsz megmenteni minnyájunkat. Ginny szavai egy jottányit sem javítottak Harry hangulatán. Gyűlölte, hogy nem mondhatja el neki, mennyire téved, hogy ezúttal el fog bukni, és Albus Perszeruszra marad örökül a véget nem érő harc és háborúskodás. Próbáltad visszahívni kinkakut? Kérdezte, hogy másra terelje a szót. Számtalan szor, de semmi. Válaszolta szomorúan a lány. De még mindig remélem, hogy egyszer talán visszajön és megbocsát. Talán, ha bebizonyítom, hogy megtanultam a leckét. És megtanultad? Kérdezett vissza Harry. Ginny nem válaszolt, de nem is kellett. Harry is tudta, hogy a haragot nem lehet ennyivel elintézni. Örökké ott motoszkál az emberben, és nem hagyja nyugodni, amíg egyszer ki nem tör belőle. Ő viszont emlékezett valamire, amit egyszer még álszájából hallott. A fiú ismerte Kinkakut, beszélt róla, és arról is, hogy a főnix nem segítene neki elpusztítani Nurmengárdot. És a legrosszabb megint az volt az egészben, hogy ezt nem oszthatta meg Ginnyvel. Vissza fog jönni, mondta ki végül, de tudta, hogy a lány nem fog hinni neki. Nem tudom mikor, de visszajön. Meglátod. Az első éjszaka nagyon hosszú volt. Nem azért, mert Harry sokáig ébren forgolódott a kényelmes ágyban, hanem azért, mert nagyon sokáig aludt, átaludta az egész következő napot, és egy igen élénkés színes álomban forgott. Álmában visszatért a régi Dumbledore házba, ahol Ronnal, Hermionéval és Zsinivel múlatták az időt nyár elején. Körbeülték a teázó asztalt, és Ron mindenkinek töltött egy üveg ogdenféle lángnyel viszkiből, aztán manóbort és méssört öntött, poharak teltek meg, de ők nem ittak egyikből sem. Csak ültek és beszélgettek, de mikor Harry felébredt, nem emlékezett semmire, csak a kitöltött, teli poharakra, melyekből senki sem ivott mint az másnap kiderült, nem mindenki aludt olyan mélyen, mint Harry. Ron reggeli közben elpanaszolta, hogy egy nyit sem pihent Prométheus időszakos bömbölései és Hagrid szüntelen horkolása miatt. A vadőr és az óriás poronty nem maradtak sokáig a szükség szobájában, rövidesen kiköltöztek a tiltott rengetegbe, egy rejtek kunyhóba, amit még Hagrid kezdett építeni Flitwick professzor segítségével, mikor kénytelenek voltak elszökni a Roxfordból a nurmengárdi hatalomátvétel miatt? Harry és barátai többsége azonban szabadon, az iskola folyosóink kószálva töltötték a napot, és a többi tanulóval együtt reggeliztek a nagyteremben, a régi Griffendéles asztalnál, régi Griffendéles egyenruhában, a felettük ragyogó égbolt képét mutató mennyezet alatt. Szinte bizarr módon hihetetlen volt, mennyire jól érezték magukat. Még a smaragd szigílusz miatt végtelenül csalódott Hermione is régi önmaga volt. Míg a reggelit korán befejezve elrohant, és csak annyit motyogott barátainak, hogy a könyvtárba indul egy kis kutatómunkára. munkára. Harry, Ron és Ginny sokatmondó pillantást váltottak. Feladat is hárult azonban Harryre, Ronra és az idősebb vízli fiúkra. A Roxfort hemzsegett a Nurmengárdi bérencektől, élükön a főinspektori szerepet betöltő Michael Svetitsel, aki szotyolázgatva járta a folyosókat és a tanárokat, valamint azt a munkát felügyelte, melynek során a Roxforti házimanók lassan tovább építették az évtizedekkel ezelőtt félbehagyott tornyot. Harry jól tudta, hogy a torony a fekete mágia könyvtára, és sötét tudományok központja lesz Roxfordban, melyet annak elkészültéig idéglenesen az alaksori Mardekáros tantermek láttak el Lumsluk professzor legnagyobb bosszúságára. Így aztán a mindenki szeme elől elrejtett titkos vendégek nem is vártak tovább. Sorban impériusz átok alá vonták az összes nurmengárdi tanerőt, beleértve Michael's feticset is. A magyar mágust Harry az irodájában pöffeszkedve kapta el. Mikor benyitott az ajtón, mely régen Flitwick professzor szobájába vezetett, a férfi fel se nézett rá, egyáltalán nem is vette észre érkezését, ahogy arra sem reagált, mikor Harry lassan pálcát szegezett a fejének, és kiszórta az átkot. Harryt egy pillanatra megint megkörnyékezte az a belső vad gondolat, hogy bosszút álljon az arstalanon mindenért, amit elkövetett ellenük, de józan esze megállt parancsolt ezeknek az indulatoknak, és a farkas meghunyászkodva visszavonulót fújt. A biztonság kedvéért nem árulták el a többi tanárnak, hogy itt vannak, egyedül Bimba, íkül és Madame Pomfri voltak beavatva a Fidelius bűbáj titkába, s mind megegyeztek benne, hogy ez így is van rendjén. Az, hogy a Roxford egyes tanulóit beavassák-e, gyorsan eldőlt, ugyanis se Harry, se barátai nem ismertek már közelről szinte senkit sem, hiszen az összes barátjuk kikerült már az élet sűrűjébe, és ez Herinek azt is eszébe juttatta, hogy legtöbbjük jelenleg ki tudja merre kószál a világban fekete mágusokat keresve. A gondolatra egy picit elszorult a torka, hogy mi lehet velük. Voltak néhányan a társaságból, akik rendkívül nehezen alkalmazkodtak a Roxford mindennapjaihoz, köztük elsőként John Dole is, aki folytonos panaszkodás közepette, végül felköltözött az egyik kihasználatlan toronyszobába. A volt Auror elsősorban azt nehezményezte, hogy titokgazdának nem egy hivatalos szemét, tehát elsősorban őt választották, ahogy azt a minisztériumi szabályok előírják. Mikor ezt előadta a társaságnak, mindenki csak hallgatott, és pillantásokat váltottak egymással az Auror háta mögött, azonban valaki nem így gondolkodott. Tudja, mit csináljon a minisztériumi szabályaival, Dól is? Megeheti őket reggelire, tört ki a szó Percy vízliből, mindenki nagy meglepetésére. George olyan szemeket mereztett bátyjára, mintha most látná őt életében először. Komolyan mondom, vizsgáljuk meg percy -t. Szerintem tudti, hogy arztalan. Javasolta később félkomolyan herjéknek. Amíg csámpás nem szaglásza meg, én el nem hiszem, hogy az ott a mi minisztérium imádó pörszink, aki esti mesének is törvénykönyvet olvas. Még ha így is lenne, csámpás sajna nincs kéznél, sóhajtotta szomorúan Hermione. Ott maradt a vízli házban édesanyátoknál, mikor eljöttünk. A szülői ház és Mrs. Weasley említésére aztán minden jelenlévő Weasley testvér elkomorult, és nem is feszegették a témát a nap hátra lévő részében. Hermione bűnbánóképpel nézett Harryre. Kirrön Digori is rosszul viselte az újabb bujkálást. Szinte egyfolytában a Roxford parkjában mulatta az időt, magában sétált fels alá a tiltott rengeteg széle mentén. Harry többször megpróbált beszélgetést kezdeményezni vele, de a fiú olyankor mindig mogorva hallgatásba burkolózott. Harry elhatározta, hogy megkérdezi meg Galagony professzort, nem lehetne meghívni egy kis Roxforti látogatásra a Digori házaspárt, hogy beavassák őket is a Fidérius bűbáj titkába. Fleur és Andromeda Tonks a legtöbb időt a szükségszobája biztonságában töltötték a kicsikkel, s csak néha jártak ki a félreeső keleti udvarra sétálgatni velük, olyankor, ha Hagrid is a közelben volt. Harry sejtette, hogy Fleur sehová se hajlandó többet testőr nélkül menni, és alig hanem bóbátonzos diákkora miatt a Roxfordban sem bízik annyira, mint a többiek. Harry is sokszor velük tartott ezekre a sétákra, leginkább a kis Teddy miatt, aki csodával határos módon gyorsan rendbe jött a dementorokkal lezajlott megrázó találkozása után, és újra visszatért kedvenc elfoglaltságához, vagyis hogy minden szabad, sima felületet beborított a rajzaival. Festő lesz ebből a gyerekből, én mondom, jelentette ki Andromeda Tonks, mikor ő meg flőr a kisfiú alkotásait tüntették el néhány pálcaintéssel a borzmintás falikárpitokról. Két ember volt, akinek a szavát se lehetett hallani, Melfoly és Taurus Butcher. Utóbbiét azért nem mert még mindig eszméletlenül feküdt a gyengélkedő Madame Pomfri ápolása mellett, aki szerint valamilyen goromba kábító átok találhatta el a vérfarkast, Melfolynak azonban nem volt e féle Harry gyakran kapta azon magát, hogy úgy figyeli volt évfolyamtársát, akár hatodéves korukban, hát ha elárulja magát a viselkedésével, de most nem háttérben szövögetett összeesküvéssel gyanúsította. Igazából nem is gyanúsította semmivel. Ismerte be magának, csak különösnek találta, hogy a fiú egyáltalán senkivel nem áll szóba Asztérián kívül, akivel a jelek szerint egyre jobban összemelegedtek. Harry gyakran látta őket kettesben sétálni a folyosókon, miközben Malfoy kedvenc új szórakozásának hódolt, vagyis észrevehetetlenségét kihasználva elgáncsolta a mellette elhaladó diákokat. Kihasználja, hogy már nem kaphat büntető munkát. Morogta az orra alatt Rón, mikor ő, Harry és Ginny az egyik ötödik emeleti ablakból nézték a karcsú torony építését, mely már háromszintesre nőtte magát. Látom, Malfoy még mindig a bögyödben van, jegyezte meg Ginny. Pedig az ember azt hinné, hogy már kibékültetek azok után, hogy úgy összedolgoztatok a menedéken. Összedolgozott vele a fene tódította Ron jó hangosan. Csak megfenyegettem, hogy görényé változtatom, ha nem bízik meg bennem. De azért mégiscsak odállt Máriusz elé. Vette a védelmébe Harry. Úgy értem, választott, hogy te görényé változtatod, vagy kockára teszi az életét, hogy megmentse Tediét, és ő az utóbbit választotta. Ron megróvó pillantást vetett rá. Nem akarom, hogy téveszméid legyenek, amiért megmentette a keresztfiadat Harry. Ez Melfoy, akiről beszélünk. Ne felejtsd el, miket művelt régen. Sárkányból nem lesz golymók. Nem felejtem el. Dünnyögte Harry az orra alatt, de legbelül mégiscsak úgy érezte, tartozik valahogy a Melfoynak, hiszen megtette azt, ami az ő feladata lett volna. Megóvni Lupin fiát, ahogy arra ígéretet tett. Ginny ez alatt közelebb lépett az ablakhoz, és orrát az üvegre nyomva az építkezésen sertepert élő házimanókat figyelte. – Azt hittem, Nurmengárd varázslény ellenes politikája kiterjed a házimanókra is. Rón jót mulatott ezen a feltételezésen. – Ha nem tudnám, hogy a hugom vagy, azt hinném, muglik között nevelkedtél – mondta egy félmosójjal. – Nem tudtad, hogy az aranyvérűeknek büdös a munka? Hidd el nekem! A házimanok tökéletesen meg lesznek az új rendszerben. Remélem, ezt költői túlzásnak szánt a Szólalt meg mellettük egy fenyegetően halk hang. Hermione tért vissza, és velük együtt nézte az ablakból a házimanok serénykedését, akik ránézésre tényleg tökéletesen érezték magukat. Na hát, téged is látni. Karolta átrón mennyasszony a vállát, és jószorosan magához húzta, mintha ezzel akarná megakadályozni az újbóli elszögdösését. Hány tantárgyat vettél fel? Elhatároztad, hogy bepótolod Trelawney óráit, meg Hagrid legendás lények gondozását? A lány csak egy sötét tekintetet lövelt rá. Sosem árt még egy-két ravasz, nem igaz? Toldotta meg Ginny is, aki az előző nap eseményei óta most először mutatta némi jó kedvjeleit, amit Harry kimondottan örömmel vett. Ront utánozva ő is magához ölelte barátnőjét, aki erre észrevétlen mozdulattal a fenekébe csípett. A könyvtárban voltam adta meg a választ Hermione, mire Harry, Ron és Ginny egyszerre nevettek fel harsogva, hogy hangzott a folyosó. Most mi van? háborgott a lány megütközve rajtuk. Mi vicceset mondtam? Ron a szemeit törölgetve válaszolt neki, mikor még csukladozott a kacagástól. Kicsit túlzásba viszed a nosztalgiázást, nem? Nem tanulni voltam, csattant fel Hermione. A Roxforti könyvtár az egyik legnagyobb a világon, így elsőrangú hely egy kis kutatómunkához. Gondoltam, utána nézek a szigilluszoknak. Most fogadok vele tíz galleomba, hogy semmit se talált. Hadarta Harry Ronnak. Nincs tíz és tuti biztosra nem ér fogadni. Hermione nagyot sóhajtott a fiúk viselkedését látva, és megrázta a fejét. Tényleg nem találtam semmit, pedig még a horcruxokról is lehetett könyveket fellelni, az erekiekről is volt közvetett információ Bogárbárd meséi révén, de szigiluszoknak se híre, se hamva. De azért nem fogom feladni. Kell, hogy legyen valami ezekről, elvégre a teszlek süveg vezetett el az első darabhoz. És ez így ment napokon keresztül. Harryék járőröztek és igyekeztek minimalizálni az arctalanok által véghez vitt károkat, kiszelektálni a veszélyes, fekete mágiával átítatott eszközöket az osztálytermekből, miközben folyamatosan fenntartották az Imperius átkot felügyelőkön, és ez alatt Hermione a könyveket bújta. Egyik reggel, mikor már éjszakáról éjszakára dagadt a március végi hold, és Harry a szokásosnál is tovább húzta a lóbört, nem más, mint Bogó ébresztette fel, aki tálcán hozott neki reggelit a konyhából. Na hát, csodálkozott Harry a gazdagon megrakott tálcán. Minek köszönhetem ezt az ébresztést? Bogó a vállát vonogatta. Ismerek néhány arcot a konyhán, akik tartoztak nekem. Most jött el az ideje, hogy behajtsam a tartozást. Ne legyen úgy meghatódva fő-fő kiválasztottságod, mert a felét már belapátoltam. Harry nevetett. Én azért köszönöm, Bogu. Gyorsan evéshez látott, és mikor már a második pástétomos szendvicset majszolta, a manó a fejéhez kapott, mintha elfelejtett volna valamit. Ja, még valami, főnök. Még nem volt alkalmam mondani, de kimentettem a cuccaidat a menedékről, mielőtt eljöttünk. Itt van minden, berámoltam ebbe a táskába. Hermione gyöngyberakásos, mágiával megnövelt űrtartalmú táskáját mutatta fel, melyben megcsörrentek a névtelen emlékes fiolái. Harry olyan régen nézegette őket, hogy már teljesen megfeledkezett róluk. Igyekezett tartani magát az elhatározásához, hogy nem nézi meg a további emlékeket, de nagy volt a kísértés. Köszönöm, Bogó, de nem kellett volna fáradnod miatta. Nem volt fáradtság, legyintett a manó hegykén. Tudod, hogy megy ez főnök? Egyik lábam itt, Ekkor pukkanva eltűnt, mire Harry csak pislogott egyet, aztán egy másodperccel később feltűnt két méterrel arrébb. A másik ott. Nagyon jól hoppan állsz, dicsérte meg Harry csak úgy mellékesen. Aztán eszébe jutott valami, és megkérdezte. Nem fárasztó, ha másokat is viszel magaddal? A manó elfolytott egy kacagást. De, hogy is! az csak az igazi buli, ha ide-oda rángathatok magammal valakit. Tudod, jobban jön ki a pörgés, meg ilyesmi. Aha. Harry egy kukkot sem értett belőle, de elfogadta a manó válaszát. Mikor befejezte a reggelit, felkelt és felöltözött a griffendéles talárba. Még egyszer köszönöm, Bogó. Te csak le valahova a táskát, majd elpakolom, ha visszajöttem. Megmozgatom kicsit a lábam a jó öreg Roxfordban. Azt hiszem, én is így teszek. Bólintott rá nagy komolyan Bogó, van még itt egy-két pofa, akit meglátogathatnék. Harry a szükségszobájából a reggeli szokásos körútjára indult, felkeresni a felügyelőket. Az Imperius átok mindennapi megújítása fontos volt, és Harry azzal is próbálkozott, hogy minél észrevétlenebbül minél több információt kicsikarjon belőlük, főleg a láthatóan minden lében kanál Tőle tudta meg előző nap azt is, hogy a jelenlegi mágia ügyi miniszter a Mr. Weasley személyében tetszelgő arztalan komoly büntetéssel nézett szembe azok után, hogy elhamarkodottan kiadott parancsaival teljesen elbaltázta a herjék elfogására tett kísérletet a minisztériumban. Ugyancsak a magyar mágustól tudta meg azt is, hogy a Melvin testvérek új küldetést kaptak. A névtelen megneszelte, hogy többen a közel egy évvel ezelőtti Nurmengárdi szabadító akció résztvevői közül a varázsóiskolákban nyomoznak a negyedik torony után, és Ron és Hermione hasonmásainak feladata lett, hogy minél többet élve elfogjanak közülük. Mikor Harry ezt elmondta barátainak, Ginny azonnal értesítette az idegen földön kalandozó neviléket, hogy tartsák nyitva a szemüket Ron és Hermione felbukkanására, s ha így történne, semmiképp se bízzanak meg bennük. Mást nem tehettek értük, de ez nem nyugtatta meg egyiküket sem. Harry el is indult az ominózus főinspektori iroda irányába, azonban a bejárati csarnokban, a diákokat kerülgetve szembe találkozott a felé Hermione-val. Harry, csak hogy megtaláltalak! – liekte a lány kifulladva. – Már kétszer körbe a kastét, azt hittem Svetics irodájába mész. – Oda indultam – felelte Harry tartózkodóan. – Csak elaludtam egy kicsit. – Mindegy, nem ez az érdekes. Gyere, mutatok valamit! Azzal karon ragadta herrit, mielőtt bármit is szólhatott volna, és átgázolva az ebédlőből kitóduló diákok seregén, a nagy míves, kétszárnyas ajtó melletti némileg néptelenebb részre vezette. Mit akarsz mondani? kérdezte herri mérsékelt lelkesedéssel. Bármi belefogadta volna, hogy már megint a szigilluszokról akar vele beszélni. Ezt itt! Hermione a karjával a mögötte magasodó falon függő pontozók felé intett. Herit azzal se lephette volna meg jobban, ha azt mondja, hogy a nagyterem terem gyertyatartóiról akar elsevegni vele, mert azok eddig ismeretlen, ősi mágikus erő birtokában vannak, melyel legyőzhetik a névtelent. A pontozók? Igen, a pontozók! Megnézted már őket valaha is kicsit közelebbről? kérdezte a lány. Harry kénytelen volt beismerni, hogy sosem vetett rájuk egy futó pillantásnál többet, és azt is csak akkor, ha Piton vagy Umbridge tetemes mennyiségű büntetéssel sújtotta a griffendélt. Nem én. Akkor gyere már közelebb! Mozdulj meg, kérlek! Türelmetlenkedett a lány, de a szája valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag fültől fülig ért. Jól van, jól van, itt vagyok. Látom. Fenét látod, csattant fel a lány. Nézd csak meg! A négy homokóra, ami a házak közötti pontverseny állását mutatja, négy különféle drága követ használ. A griffendélesek rubintokat, a mardekárosok smaragdokat, a hollóhátasok zafírokat, a hugrabogosok pedig topázokat. Erről már beszéltünk korábban. Sóhajtotta fáradtan Harry. Nagyon elege volt már a témából, meg abból, hogy Hermione még mindig nem száll le róla most is a nyakában hordta az átkozott zafír szigilluszt, egy percre se vette le. Bezek, ha ő megtehetné, olyan messzire hajítaná a smaragdot, hogy ne is lássa többet. Igen, beszéltünk róla, helyeselt Hermione, de nem tudtuk, hogy igazi összefüggés is lehet a pontozó és a szigilluszok között. Miért? Van? Van! És ha közelebb hajolsz, te is megláthatod. A lány most egy kicsi, a homok órák alatt megbújó fémplakettre mutatott. Harry érdektelenségét bizonyította, hogy itt töltött hét tanéve folyamán egyetlen egyszer sem vette észre, hogy egy támlácska van kifüggesztve a pontozók alá. Most engedelmesen közelhajolt, hogy elolvashassa a rávésett feliratot. A Roxford boszorkány és varázslóképző szakiskola pontozójának felújítása. Madame Mary bisú csillám támogatásával készülhetett el. Hálán kieléül állítjuk-e plakettet Roxfort minden diákja és tanára nevében? 1943. február 8-a. Harry kiegyenesedett és lassan hermione nézett, aki úgy bámult vissza rá, mintha azt várná, hogy Harry diatalittasan felkiált és a nyakába ugrik örömében. Na és, a lány kettőt pislogott. Mi az, hogy. Na és! Harry, nem érted? Ugyanaz a nő készítette a Roxforti pontozót és a benne található égköveket, aki a szigiluszokat is. Még mindig azt mondom, na és? Harry makacskodása megtörte Hermione lelkesedését, és egy-kettőre sikeresen felingerelte. Ó, oh, Istenem, ti fiúk! Nehezetekre esne, ha csak néha megpróbálnátok kicserélni a fejetekben lötyögő káposztalevet valami emberi szintet megközelítő agyvelőre. Hadd magyarázzam el! Hogy te is megértsd! A Tesznek süveg úgy vezetett el minket a Szigiluszokhoz, hogy azok megmenthetik a Roxfortot a névtelentől. Bogu apja szerint a Szigiluszokat a valaha volt egyik legtehetségesebb ékszerkészítő boszorkány csinálta. Madame Csillám! Ő a kapcsolat a Roxfort és a Szigiluszok között. Egy olyan boszorkány, aki szemmel láthatóan nagyon szívén viselte az iskola sorsát és nem mellesleg Dumbledore körének is az oszlopos tagja volt, akkora mágikus tudással, amit még a koboldok is megirigyeltek. Lemerném fogadni, hogy temérdek információt találhatunk erről a nőről a könyvtárban, a zárolt részlekben, vagy akár a trófia teremben. Harry lemondóan nyögött egyet, és egy pillanatra kezébe temette az arcát. Mikor aztán Hermione szó áradata a végéhez ért, ő is megszólalhatott. Ez mind szép és jó, de a lényegen akkor sem változtat. A szigiluszok tönkrementek, mind a négy. Itt a vége, Hermione. Jól van, Duk csak a homokba a fejed, Harry. Én inkább megyek a könyvtárba, és utána nézek Madame Csillámnak. Jó szórakozást, kiabálta utána Harry, mivel a lány már dühöngve sarkon is fordult, és eltűnt a szeszélyes lépcső közvezető folyosón. Harry duzzogva ment tovább, valósággal fortyogott benne az indulat, és legszívesebben letépte volna a nyakáról a smaragd cigíluszt. Több dolog bosszantotta egyszerre, de fogalma sem volt, melyik az irritálóbb. Az, hogy valaki rejtélyes üzenetekkel a haszontalan kövekhez vezette őket, vagy az, hogy Máriusz dementorjai megkapták, amit akartak és kiürítették a smaragdot, netán az a tudat, hogy a földhöz ragadt és mindig tárgyilagos gondolkodású Hermione láthatóan úgy viselkedik ezektől a nyakláncoktól, akár egy futóbolond. Szinte üldözi ezeket a vacakokat, gondolta Harry sötéten, akár az erekéket. Pedig nem jár más a nyomukban, csak halál és pusztulás. Már az átváltoztatás tanterem előtti folyosón sétált, mikor arra lett figyelmes, hogy a diákok összesűrűsödtek az udvaron. Griffendélesek, mardekárosok, hollóhátasok és hugrabugosok tolongtak nagy összevisszaságban, és mind a roxforti nagy kapu felől kanyargó ösvény felé bámészkodtak. Harry is közéjük nyomakodott, bízva a Fidelius bűbáj hatásában, és két hetedéves vállak között kikukucskálva észrevette a közeledő fekete fiákért. A tanárok is kint sorakoztak az udvaron, mindegy szálig, még a tornyából csak nagy ritkán kimozduló Trelawney professzor is, a hortó hasú lumsluk pedig egyenesen legszebb talárját viselte. Harrynek nem kellett sokáig töprengenie azon, hogy kinek a fogadására gyűlt össze a kastély. Szemével kikereste a tömegben az ismerős arcokat, és mikor megtalálta őket, odafurakodott Megalagony, Ron, Bill, Charlie és Melfoy közelébe. Hol maradt Hermione? Kérdezte azonnal Ron, és Harry háta mögött kereste a lányt. A szokásos könyvtárba ment, válaszolta Harry nem minden bosszús felhang nélkül. Ron megcsóválta a fejét. Le fogja késni az új igazgató érkezését. Mi olyan fontos, hogy... Elharapta a kérdést, mikor elkapta Harry pillantását. Neki is ugyanúgy elege volt már Hermione Sigillus megszállottságából, akár Harrynek. Kíváncsi vagyok, kit küldtek a nyakunkra az arztalanok. Szólalt meg mellettük meggalagony. Korábban azt hittem, Persze pitonnál nem lehet rosszabb senki, de mint kiderült, tévedtem. Kerberus princ több kárt okozott ennek az iskolának a nekromancia tantárgyát ételével, mint a Keró testvérek és tudjuk ki együttvéve. Már előre félek, hogy ezúttal talán egy még... Ó! Oh! Meggalagony meglepet hangjára Harry megfordult, és észrevette az időközben az udvar közepén leparkolt, tesztrel vontatta fiákerből előlépő alakot. Egy görnyett, reszketeg öregasszony volt, akivel Harry csak egyszer találkozott. Madame Marchbanks, a vénségesen vén boszorkány, Dumbledore egykori tanára és az iskolai felügyelőbizottság elnöke érkezett. A két iskola első és ikül professzor előre siettek, hogy fogadják, és együtt segítették ki a kocsiból. Harry nem győzött csodálkozni. Kerberus Prince után ő is valaki sokkal rosszabbra számított. Lehet persze, emlékeztette magát, hogy az öregasszony is a Nurmengardi szobrok befolyása alá került, s az impérius átok miatt még kegyetlenebb igazgatója lesz a Roxfortnak, mint előde, ebben azonban valamiért kételkedett. Á, a jó öreg Roxfort, rikácsolta hangosan, és fájós derekát fogva megállt az udvaron, hogy végignézzen a fölé magasodó tornyok végtelennek tetsző tömegén. Madame Marchbanks, a Roxford nevében üdvözlöm önt mi nálunk, fogott belemondókájába az iskola első, de a boszorkány rá se hederített. Szépen rendbeszedték a kastét a csata óta, kiabálta ikő professzornak, aki hozzá szaporán bólogatott. Sok munkán vagyunk túl, Madame Marchbanks, de az iskola végre régi pompájában tündököl. A boszorkány nagyot hallásának ékes tanúbizonyságát adva csak ennyit felelt. – Hé ki öldököl? Ron nevetett, s mikor Harry is egy vigyorral viaskodva rápillantott, észrevette a meggalagony mellett álló Melfoyt. A szőke fiú a kőkorlátnak támaszkodva, összeráncolt homlokkal úgy figyelte az új igazgatót, mintha valami csodát látna. Harry nem értette, mi lelte a fiút, de az egész csupán egy pillanatig tartott. Melfoy, amiért talán megérezte, hogy figyelik, Gyorsan rendezte vonásait, és visszatért arcára a közönyös unalommaszkja melyet a jól begyakorolt oklumenciával tökéletesített évek alatt. – Örömmel látom ezt a szíves fogadtatást! – Köszönet illeti ezen iskola rátermett tanárait és ragyogó diákjait. Intézte mindenkihez a szavait Madame Marshbanks, és olyan hangosan kiabált, hogy a szonorusz bűbájra nem is volt szüksége merem remélni, hogy az elkövetkező időkben gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk, és az iskola falain belül minden a Nurmengardi formulának megfelelően zajlik majd. Meglátjátok, ha betartotok néhány egyszerű szabályt... Melfoy hirtelen sarkon fordult, és félrelökött két harmadévest, akik felháborodva kiáltottak föl, de mikor talpra kecmeregtek, sehol sem találták az inzultálót. Harry is otthagyta a kacagóront, és egy váratlan indíttatástól vezérelve követni kezdte elfolyt át a tömegen. A fiú az üresen tátongó folyosókon kószált, nem menekült, nem futott, még akkor sem, mikor meghallotta Harry kopogó lépteit, melyek visszhangoztak végig a bűbájtanterem előtti folyosón. Harry sem szaladt utána, s mikor a közelébe ért, Melfoy magától megfordult, és fagyos tekintettel merett rá. Mit akarsz? Harry egy pillanatra elbizonytalanodott. Nem tudta pontosan megmagyarázni, miért követte. Végül aztán mégis kinyögte, ami a fejében motoszkált. Mi volt ez odakint? Miért bámultál úgy Madame Marshbanksra, mintha kísértetet látnál? Melfoy megint a homlokát ráncolta, de most értetlenül csóválta a fejét. Fogalmam sincs, miről hadoválsz. Egy pillanatra cserben hagyott az oklumenciád. Ütötte tovább a vasat Harry. Tudom, hogy csak akkor vágsz ilyen képet, ha valami megdöbbent, vagy megrémülsz. De jó neked, hogy ennyi mindent tudsz. Sziszekte a képébe a fiú hirtelen éledő vadsággal, majd megint megfordult és tovább indult a folyosón. Harry gondolkozás nélkül követte. Mit titkolsz, Melfoy? És te mit titkolsz? Kérdezett vissza Amaz, hátra se nézve, csak ment tovább, céltalanul. Hogy érted ezt? Most Herrin volt az értetlenkedés sora, de Melfoy csak legyintett egyet, nem foglalkozott vele. Ha gyanítasz valamit Madame Marchbanksről, arról tudnom kell, győzködte Harry kitartóan. Mindannyiunknak tudni kell. Mindig mindent tudni akarsz, köpte oda Melfoy. Nem gondolkoztál el azon, hogy sokkal könnyebb lenne az életed, ha nem ütnéd bele az orradat mindenbe? Harry fáradtan felszusszant. Kezdett elege lenni belőle, hogy mindenkivel csak hosszú veszekedések árán érteti meg magát. Nem erről van szó. Nem érted, Dráko? Valaki elárult minket a menedéken is. És te persze rám gyanakszol, mi? Nem, vágta rá Harry, és komolyan is gondolta ezúttal. Eszembe se jutott rád gyanakodni, de tudom, hogy többet sejtesz, mint amit elmondasz. Melfoy megvetően felhorkantott. Harry most már mellette haladt, de akkor sem lassított, mikor már a második emeleti folyosón rótták Mirtil vécéje előtt. Ne röfögj nekem! Figyeltelek! Elég sok furcsaság van körülötted. Először azok a megmagyarázhatatlan látogatások Arthur weasley meg hogy megveszed a házát. A fiú ekkor végre ránézett. Honnan tudsz te erről? Megmondtam neki, hogy... Aztán csak úgy felbukkansz a minisztériumban, és önszántatból a megmentésükre sietsz, a menedéken meg az életedet kockáztatod, hogy megmensd a keresztfiamat. Ja, és ráadásul úgy csináltál, mintha gyászolnád az apád ősellenségét. Egy szót se szólja az apámról, Potter. Fröcsögtem elfoly, és ekkor megállt. Dütöl vöröslő arca olyan kifejezést öltött, amiet még Harry sosem látott rajta. Egy hosszú percig csak nézték egymást, Harry kivárt, hogy Melfoy lehiggadjon a dürohamából, de az csak nem akart szűnni, sőt, mintha még legbelül tovább hergelte volna magát. Végül veszedelmesen morgó hangon, szinte suttogva szólalt meg. Az apám és az anyám tabu. Világos? Harry ekkor megértette. Meglátott valamit azokban a jéghideg szürke szemekben, ahogy most néztek rá. Pontosan ugyanúgy, ahogy egyszer ön is bámult rá, a sátorban, izzó haraggal, mikor azzal vádolta, hogy Harry nem érti meg, mit érez ő, mert neki nincsenek szülei. Történt velük valami, igaz? Kérdezte végül. Nem bírsz leszállni róla. Ugattam el foly dühöngve. Sosem adott fel, amíg meg nem kapod, amit akarsz, mi? Harry egy szót sem szólt, csak várt és figyelt. Hát jó, legyen, ordította a fiú, hangja végig visszhangzott a folyosón, mint korábban kopogó lépteik. Tudni akarod, hogy mi bajom? Az a bajom, hogy most már egy ugyanolyan földön futó szánalmas árva lettem, mint te. Árva? Ismételte Harry szinte hangtalanul, és döbbenten látta, hogy Malfoy szeméből kicsordul egy könycsepp, hogy a bánattól vagy a haragtól nem tudhatta. Az arztalanok megtalálták az apámat és az anyámat Brazíliában, és megölték őket. Most boldog vagy? Harry nem tudott szóhoz jutni. foly a maga brutális stílusával vágta a fejéhez a keserű titkot, de ő nem ismerte áltatni magát azzal a közhelyjel, hogy majd most biztosan jobb lesz neki, amiért megosztotta valakivel a tragédiáját. Végül csak ennyit tudott kinyögni. Miért nem mondtad eddig? Mert átkozottul semmi között hozzá a ragyás fej. Miért? Mit hittél? hogy majd szépen elpanaszolok mindent, és ettől kezdve kézen fogva szögdelünk a réten, és arról éneklünk, hogy milyen kegyetlen a világ? Harry egy másodpercre elfelejtette, mit is akart mondani, és megrázta a fejét, hogy kitisztuljon a képzavar. Nézd, Melfoy, próbálkozott vigasztaló hangot megütni, de Melfoy nem hagyta. Mondtam, hogy hagyjál békén, Potter! Vakkantotta a képébe, aztán újra elindult és ne kövess, nem vagy a kutyám, hogy folyton a sarkamban loholy. Vetette még hátra, és ezzel elérte, hogy Harry végérvényesen lemondjon arról, hogy valaha is beszélgetést kezdeményezzen Drákom Malfoyjal. A mardekáros eltűnt a kanyarban, és Harry nem követte. Meghökkentette a hír, hogy Lucius és Narcissa Malfoy meghaltak. Furcsa volt, de szinte sajnálta őket ebben a pillanatban fejét csóválva bandukolt vissza a hetedik emeletre, és saját érzésein gondolkozott. Sosem hitte volna, hogy egyszer vigasztalni próbálja Melfoit, vagy sajnálni fog két volt halálfalót. Bolond időkezek, Gondolta, ahogy tudatosan elkerülte az új igazgató fogadásáról visszaáramló diákok zajongó hadát. Teljesen kiment a fejéből, mi volt eredeti szándéka, amiért elindult Svetics irodája felé megérkezett Badar Barnabás kárpitya elé, és sétálni kezdett a fal mentén, fels alá háromszori fordulóval, miközben erre gondolt. Szükségem van a hugrabugos rejtek helyre. Szükségem van a hugrabugos rejtek helyre. Feltűnt a míves ajtó, és Harry benyitott rajta. Az üres klubhelyiségszerű szoba fogadta a bevetett ágyakkal és a kényelmes sárga kanapékkal. Félhomály uralkodott, de a kandalóban élénken pattogott a tűz. Visszazárta maga mögött az ajtót, és fáradtan kibújt az iskolai talárból, majd meglazította a nyakkendőjét. Bármit megadott volna most egy frissítő, hideg sütőtök léért, de tudta, hogy a szoba mágiája nem szolgálhat étellel és itallal a valamilyen mágikus törvény valamilyen pontja miatt. Hermione biztos tudná, csak hogy Hermione mostanában inkább futóbolondként viselkedik. Harry megtorpant a szoba közepén, ahogy pillantása egy földön fekvő alakra vetült. Megfagyott a vér az ereiben, mikor pár tétova lépést téve felismerte az egyik puha fotel mögött szétvetett karokkal heverő Hermionét. A dermetség néma, gondolatmentes pillanata szinte végtelen hosszú ideig kitartott, aztán robbanásszerű ijedelemmel tört meg. Harry felkiáltott, és a lányhoz rohant, letérdelt mellé, és a feje alá nyúlt, de mielőtt teste minden sejtjét átjárhatta volna a rettegés, ami fájdalmas ordításként hagyta volna el a torkát, Hermione megmozdult, felnyögött és kinyitotta a szemét, bágyat pillantással nézett fel rá, valahonnan egy mély álomból igyekezvén az ébrenlét szilárd talajára vergődni. – Hermione! – Hermione! szólongatta Harry remegő hangon, és gyengéd mozdulattal az ölébe húzta a lányt. Harry! Gyenge volt a hangja, mint a kábító átokból ébredő ki. Harry kértések özönét akarta a nyakába zúdítani, de nem tette, csak tartotta őt, és szabad kezével egy pohár vizet varázsolt elő. – Köszönöm! – hálálkodott a lány, és már szinte teljesen kiózanodott. – Mi? Mi történt velem? Hogy kerülök? – Hermione! – a lány oldalra nézett, Megakadt a szeme valamin a kandalló felől, és hirtelen feleszmélve felsikoltott. – Jaj, ne! A könyv! Harry, vedd ki gyorsan a tűzből! Harry megpördült, és észrevette a kandalló piros lángjai közt gyorsan szenesedő bőrkötéses könyvet. Nyomban kiröptette a tűzre vetett nyomdaterméket, de azonnal le is ejtette, mikor óvatlanul megfogta a parázsló felületet. – Ne, ne, ne! – hajtogatta mániákusan Hermione, és ő nem törődve a sercegő lapokkal, lehajolt érte és eloltotta. Jaj, ne! Mi történt Hermione? Mit kerestél a földön fekve ájultan, és miért volt a kandalóba dobva ez a könyv? Faggatta Harry, mire a lány dühösen felkiáltott, és könnyek közt az egyik puha fotelbe roskadt. Nem tudom, mi történt, keserget sírva. Nem emlékszem semmire, csak arra, hogy ez a könyv valamiért nagyon fontos. Harry gyanakodva nézett rá. Mint a szigilluszok? Hermione megint azzal a mániákus arc kifejezéssel bólogatott. Igen, pontosan. A szigilluszokhoz van valamilyen köze, csak itt elbizonytalanodott, és tanácstalanul lapozgatni kezdett a megfeketedett oldalak között. Csak nem emlékszem, hogy miért? Harry behunyta egy pillanatra a szemét, és fáradt sóhajjal a hajába túrt ebben a pillanatban lett elege az egész szigilusz marhaságból. A felét sem értette az egész rejtélyes őrületnek, ami a haszontalan nyakláncok körül zajlott, és most még Hermione ájulása is megkoronázta ezt. Egyáltalán semmire sem emlékszel, arra se, hogy megtámadtak volna. A lány riadtan felkapta a fejét, szemében most először csillant félelem. Megtámadtak? Nem, nem emlékszem rá, hogy valaki is. Valahogyan pedig elájultál. A földön feküdtél kiütve, mikor rád találtam, a könyv pedig a tűzben volt. Harry már kiabált dühében, úgy érezte, csak így adhatja ki magából azt az egész keserű csalódást, ami a smaragd kihülése óta fortyogott benne, és most Hermione razódította. Elvégre ő volt annyira odáig ezekért az átkozott égszerekért. Ez egy kész őrület, Észre se vetted, hogy valaki mögéd osont és elkábított? Ráadásul az emlékeidet is törölte. Hermione tanács nézett horrá, hol az elégett könyvre, amit lapozott. Újjai közt néhány oldal hamuvá hullott, és csak pár lap maradt még viszonylagos sértetlenségben. Egyáltalán mi a címe? kérdezte Harry, mikor egy kissé sikerült lenyugodnia. Megmaradt a cím. A lány félősen bólogatott. Igen... A cím még olvasható. Itt azt írja, hogy egy élet az arany és drágakövek tükrében. Madame Mary bizsó csillám életrajza. Ekkor felnézett Harryre, és találkozott a tekintetük. Ő volt a szigilluszok megalkotója, az ékszerkészítő boszorkány, akiről Bogó apja mesélt. Igen, alig fél órája történt, hogy beszéltünk róla. Vágta rá Mogorván Harry, és odasétált a lány mellé, hogy vessen egy pillantást a kötetre. Nem volt túl régi könyv, főleg a Roxforti könyvtár több száz éves darabjaihoz viszonyítva, de kinézetre már egy őskövületnek tűnt az égés nyomok miatt. Emiatt mehettem a könyvtárba. Ezt kerestem. Harry összeráncolta a homlokát. Nincs belőle még egy példány. Mérget mernék venni rá, hogy már nincs. Csóválta a fejét Hermione. Mert ha igaz, amit mondasz? És megtámadtak? Akkor az az illető nem akarja, hogy elolvassam a könyvet, és a többi példányt is biztosan megsemmisítette. Harry önkéntelenül forgolódni kezdett, mintha azt várná, hogy a szükségszobája valamelyik sarkában megpillantja az orvtámadót egy kanapé mögött rejtőzve. Egy pillanatra még azt is fontolóra vette, hogy megint kiereszti picit a farkast a pecsét alól, hogy a szaglását segítségül hívva nyomra akadjon, de jól tudta, hogy ha az a bizonyos illető így Hermione közelébe tudott férkőzni a Roxforton belül, akkor a nyomait is el tudta tüntetni. Nem fogják megtalálni, ha csak ő nem akarja. – Harry! – rángatta meg a talárja ujját Hermione, mire lenézett rá. – Nem csak ez a gond! – a lány szinte suttogott, ezért lehajolt hozzá, hogy jobban hallja a szavait. Ekkor látta meg, hogy Hermione tágra nyílt, Csokoládé barna szemeiben már nyoma sincs a félelemnek. – Ugye érted, hogy mit jelent mindez? – kérdezte. Aztán meg is válaszolta, mielőtt Harry visszakérdezhetett volna. – Az, aki kiütött engem, nem az ellenségünk. Ha az lenne, meg is ölt volna. És akár mi is a célja velünk és a szigilluszokkal, nem egy vadidegen. Mire gondolsz? Úgy, hogy ide nem juthatod be akárki a Roxfordból, csak közülünk való tehette. A 25 ember közül, akiket elrejt a Fidérius bűbáj, valaki tudja, hogy mire jók a szigilluszok. És nem akarja, hogy mi rájöjjünk erre.